Húztuk a kocsit, megállítottak bennünket, hogy mi akadályozzuk a forgalmat. Erre azt mondja, hogy még nincs a kocsi, fény visszaverő, húzós kocsin. Már a kézik is húzó kocsin. Kézik is kocsin. Mondom neki, hát mondom, figyeljen majd ember. Hát mondom, ez nem kötelező erre, hát mondom, nappal van, nem este. Azt mondja, hogy ő nem érdekli, azt mondja, tegyük le a kályhát, eladja. Hozzunk egy kályhát. Engem is megbüntettek, kötelezed. Azt mondja, tegyük le, majd ő eladja 5000 forintért. Jó, van, mondom, akkor adja el. Telefonált. Hogy ki adja le a kályhát? A rendőr. A te kályhádat? Azt ad. Majd ő eladja 5000 forintért, abból fizessük ki 3000 forint pénzbírságot. Azt megmondja, László, akkor már mit? Kerít rá neked vevőt, hogy te kibír fizetne a bírságot, amit ő szab ki. Így igaz. Ez milyen munka? És kérlek szépen. És azt mondja, nem sikerült, nem kellett a Palinak, akinek el akart adni. Azt mondja neki a komámat, hogy neked. Mondjátok meg őszintén, meg akartok büntetni, az kész. Na, jelentsetek fel. Tőcske csekket. Kitűzöttek ki 3000 forint a csekket.